Nem enyhül a járvány a környező országokban sem. Romániában több magyar lakta település került vesztegzár alá, miután sokan elkapták a vírust. Szlovákiában az emberek felháborodtak, mert a kijárási korlátozás a temető látogatást is megtiltja. Szlovéniában pedig holnaptól lakhely elhagyási tilalom lép életbe. Szellemvárossá vált a szlovén főváros, miután a kormány éjszakai kijárási tilalmat rendelt el. Szombattól bezártak a mozik, a színházak és a vendéglátóhelyek, kettől pedig lakhely elhagyási tilalmat vezetnek be. Az újabb intézkedésre azért volt szükség, mert Szlovéniában az állampolgárok 2,5%-a, vagyis minden 40. állampolgár fertőző. Bukarestben éjszakánként több száz rendőr járőrözik, a városban ugyanis több helyen szerveztek úgynevezett COVID-partikat, ami törvénytelen. Kollégáim illegális partira bukkantak az egyik étteremben, ahol legalább 50-en voltak. A résztvevőket megbírságolták, a tulajdonosoknak 2000 euró büntetést kell fizetnie, mondta a rendőrségi szóvivő. Közben a magyar lakta területeken is romlott a helyzet, több település is vesztegzár alá került. Tordaszent Lászlón az emberek csak indokolt esetben hagyhatják el lakásaikat. Hogyha vannak szabályok, akkor van rend, ha van rend, akkor van biztonság. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek szabadsága vagy mozgáskorlátozása veszélyben van. Az emberek eljárhatnak bevásárolni, gyógyszertárba vagy dolgozni. Üres volt ennek az áruháznak a parkolója a felvidéki Szepsiben, miután a szlovák kormány szombattól kijárási tilalmat rendelt el. Az emberek csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat kereshetik fel. Csak a legfontosabb élelmiszereket szeretném megvásárolni. Nem tartom egyébként annyira nagy gondnak, sok ember ezt úgy veszi, hogy ez nem pont a legjobb eset, de hát én egyszerre beletörődtem, és ezt most így kezeljük ezt a dolgot. Orvoshoz, postára és a bankba el lehet menni, a szülők elkísérhetik gyermeküket az iskolába. Kutyát sétáltatni a lakhelytől 100 méteres körzetben lehet. Szabályszegés esetén akár 1650 euró, azaz több mint 600 ezer forint pénzbírságot is kiszabhatnak. A november 1-ig tartó kijárási tilalom a temetőkre is vonatkozik, ami a kegyeleti ünnepek előtt érzékenyen érinti a helyieket. Az olyan idősebbeket, mint mi, én is vagyok, az, hogy egyáltalán nem lehet a temetőbe elmenni, nem lehet kimenni, ilyen még mióta élek nem történt, és ez most hátráltatja az embereket. Szlovákiában közben zajlik a tömeges tesztelés. Várakozáson felülnek nevezte a részvételt Igor Matovič, szlovák kormányfő, a hétvégi háromnapos próbaszűrésen Árva vidékén és Bártfai járásban. Vasárnap estig összesen 136 ezeren keresték fel a tesztállomásokat, és mintegy 5200 pozitív esetet azonosítottak. Akinek negatív lett a tesztje, az visszatérhet a munkába. A részvétel önkéntes, de aki nem vesz részt a szűrésen, az karanténba kerül. A kormány szerint a járványügyi számok azt mutatják, hogy jó döntésnek bizonyult az ország részleges lekapcsolása.